A méheknek van egy csodálatos világuk, amit ha az ember megért, akkor tud igazán sikeresen méhészkedni. Hogyha én azt tisztelem, becsülöm és szeretettel csinálom, akkor nekem a produktumom is jobb lesz. Ugye a méhek azok nem kell ragozni, de ugye csodálatos élő lények és nagyon nagy szükség van rájuk. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép szakma, és én nem szeretném ezt elengedni. Vannak nehéz pillanatai és nehézségei. Nyilván a mészúrás sem kellemes, de én szeretném ezt a jövőben is folytatni. Úgy érzem, és el is akarom őket engedni idézőjelbe, hadd csinálják, ahogy ők gondolják. Ha kell, akkor itt vagyok, és megbeszéljük. Én olyan szeretnék lenni, mint a mentő mellény. Férjem nagyon szeretett volna egészséges élelmiszert az asztalunkra, és mivel nem találtunk számunkra megfelelőt, úgy döntött, hogy akkor építünk egy üzemet, és ha csak magunknak is, de sajtolunk egészséges olajat. Úgy gondoltuk, hogy ha a magvaink jó minőségűek, akkor az ebből előállított olajnak is jónak kell lennie, és be is igazolódott. Ez egy élethivatás, ez egy életforma, ez egy nagyon szép életforma, ami az embernek az életét teljes értékűvé teszi. Nem érzi azt egy másodpercig sem, hogy felesleges.